Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat, én Molenszky Szonya vagyok, és a képernyő túloldalán egészen pontosan sok-sok ezer kilométerrel arrébb is 8 vagy 9 idő eltolódás különbsége pedig Szentes Robert. Szia Robi, örülök, hogy ismét látlak. Az előző videónkban elkezdtünk beszélgetni a párkapcsolatok útveszélyéről, és megtudtuk azt, hogy milyen 4 fázison kell átmennie annak, aki szeretne eljutni a párkapcsolaton belül az elérhető legmagasabb boldogság szintjéig, illetve beszélgettünk az elköteleződési képtelenségről, és arról is, hogy miért inkább kapcsolatban lehet megtalálni a boldogságot és a teljességet szemben az örülővel. Szeretném, hogyha ezt a videót annak szentelnénk, hogy majd eljussunk a végére, annak a végére, hogy megtudjuk, hogy milyen egy igazán harmonikus kapcsolat, hogy mi a férfi energiák, mik a női energiák, és hogy az új földön, vagy az új világban milyen kapcsolatok lesznek majd, és azok mennyiben mások a most megismert rendszerekkel. De mielőtt erre rátérnünk, szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit a bántalmazó kapcsolatokról is, ami azt gondolom nagyon sok mindenkit érint, és úgymond egy divat téma mostanában, mert egyre többen ismerik fel, hogy bántalmazó kapcsolatban élnek. Ugye a bántalmazó kapcsolat nem csak a fizikai bántalmazást fedi le, hanem akár a verbális, vagy a lelki bántalmazást is. Miért marad benne valaki egy olyan kapcsolatban, ahol verbális és egy fizikai bántalmazást él át? Nagyon sok síkon futnak a dolgok, tehát nagyon sok párhuzamos történet van, és ezért ilyen nehéz igazán kilépni, vagy megoldani ezeket a bántalmazó kapcsolatokat. Szeretném a mai beszélgetést arra szánni, hogy adok felismeréseket erről a nagyon sok háttérprogramról és a háttértörténetről, mert amikor azokat meglátjuk, vagy rálátunk, teljesen más aspektusát látjuk az egész életnek. Az élet, amit mi látunk, az nagyon érdekes, ez nagyon-nagyon pici, egy töredéke annak, ami igazán folyik. Azt hiszem, hogy ezt nem kell túlmagyarázni, de nagyon fontos megismerni azokat a magasabb aspektusokat, amiben mi vagyunk, amiben mi szerepeket játszunk, amiben nekünk valamilyen szinten fel kell találni magunkat, és ki kell abból lábalni az állapodásból. Ez talán olyan, mint azok az orosz matrióska babák, hogy van a picike, az benne van egy nagyobb babába, az benne van egy még nagyobb babába, és általában mindenki látott már ilyet, viszont az történik, hogy kb. 7 és 10 ilyen matyóska baba van, általások utána megáll, tehát ezt tudjuk, hogy ezt láttuk eddig. Az életben kb. Van 1 millió ilyen. És azért olyan nagyon nehéz. És azt szeretném csinálni, hogy menjünk ki a legnagyobb így a matyóska babához, és akkor ahogy megyünk egyre beljebb, akkor mindig a kisebb babát meg tudjuk, ugye felismerhetjük is, és meg tudjuk gyógyítani. A legeslegnagyobb szinten, ilyen teremtői szinten az folyik, hogy a teremtő megengedte, és azt mondta, és elvárta, hogy igazán egy kísérletnek vagyunk a részei. Ezt úgy hívják, hogy az emberi kísérlet. És az a kísérlet lényege, hogy ki fog egy olyan fajjá változni, aki túléli és feltalálja magát minden rezgésben, minden dimenzióban. Beszéltük most már egy pár interjúval ezelőtt, hogy különféle idősíkokról, meg dimenziókról, meg hátterekből jövünk. A Földön körülbelül van 220 ezer faj, és azoknak a DNS-eknek, vagyok a rezgéseknek, vagyunk a keveréke. És amikor ezek a bántalmazások vannak, akkor azt történik, hogy egy nagyon alacsony rezgésű energiában találjuk magunkat. A legeslegtöbb ember, és azt hiszem, hogy bárki, aki a gyógyulást keresi, az már ismeri ezeket az oldásokat, múlt élet, regressziókat, utaztatásokat, és ez igazán a legközismertebb útja és formája annak, hogy az ember valamilyen szinten megtalálja logikát, és el tudja kezdeni oldani ezeket az energiákat. De az a kihívás, és én is csináltam több tízezre, tehát én tanítok múlt életbeli utaztatásokat, meg mindenféle kvantum idősik ugrásokat, meg stb., de be az a kihívás, hogy bizonyos szint felé nem tudunk eljutni. Nem ismerünk meg egy olyan háttérlogikát, ami ott van, ott rezeg, befolyásol minket, viszont számunkra ismeretlen, és ezért hívják tudattalannak. És
Aki benne van egy bántalmazó kapcsolatban, és nagyon nehéz kiszállni neki, annak több oka van. Elmondom a saját példámat, mert én is egy bántalmazó kapcsolatban voltam, amikor kiemigráltam az USA-ba, és annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon sok férfi is van bántalmazó kapcsolatban, nem csak a nők, de a férfiak ezt amin szinten nem osztják meg, szégyellik talán. Tehát nem volt régen az invertált matrixban egy úgynevezett támogató rendszer, vagy ez a support system a férfiaknak. Most mivel megtörtént a mágneses pólusváltás, azt jelenti, hogy a férfi-női energiák helyet cseréltek, az agy jobb és bal tekel, logika, érzelmi világunk helyet cserélt, azaz feltárult elénk, és az a kérés a teremtőtől, hogy a férfiak oldják meg az érzelmi problémáikat, a nők megoldják, a nők meg váljanak egy kicsit logikusabbá, hogy ne csak az érzelembe, tudod, az érzelmvilágnak legyenek az áldozatai. És az én példám az volt, hogy kijöttem az Egyesült Államokba, akkor a feleségemnek a szüleinél laktunk 2 hónapig, utána elköltöztünk a saját helyünkre, egy gyönyörű, kétszobás, másfél fürdőszobás, ilyen kis kondominium volt, fantasztikus, szép volt, parkettás, tehát tényleg nagyon szép volt. Ez Észak-Karolinában volt, és jöttek ugye akkor mézesetek elmúltak, jöttek az erőharcok. És valami beszólt, és azt mondja, hogy ha ez neked nem tetszik, akkor felraklak a hajóra, és visszaküldelek. Na most ez egy nagyon nagy bántás. És nagyon mérges lettem, nagyon bántott. Az embernek te kinyílt a bicska zsebemben. És ez azért nagyon érdekes, mert ez a feleségem, ugye a lányom anyja akkor, 89-ben jöttem ki, ő velünk élt még Budapesten a szüleimnél 1,5 évig. És amikor ő nem hazai pályán focizott, akkor nagyon kis kezes bárány volt. Viszont én kimentem ugye az Egyesült Államokba, nem volt az otthonom, a nyelvet sem nagyon jól beszéltem, olyan gyámoltalanabb voltam, azt hiszem ez érthető. És mikor ő hazai pályán focizott, nem támogatott, nem állt ki mellettem, sőt, még efelett bántott. Na és ez azért fontos, hogy én pontosan tudom, most már a mai feje, hogy akkor abból a szituációból több 100 dolgot ki kellett volna hallanom, meg kellett volna oldanom, fel kellett volna ismernem, de nem így működünk, mivel ez a háttértudás, amit tudod, veled is így beszélünk, meg amit most már tanítok, az nem volt megosztva az emberiséggel. És akkor az történt, és amúgy, hogy így a saját példámon keresztül, mert szerintem ez nagyon, ezzel könnyű lesz azonosulni, hogy nagyon mérges lettem. Nagyon-nagyon mérges lettem. Olyan szinten megbántam, hogy szinte egy ilyen kvantum időségtörés történt, hogy elutasítottam őt. Már nem bíztam benne. Ez az ősi sebünk, ugye a 4-es, hogy elveszítjük a bizalmat a másik felé, a világ felé és a teremtő felé, mert érzelmileg nem vagyunk biztonságban. És efelett az is történt, hogy ugye mikor én is akkor 21 éves voltam, az erős személyiségek nem azt mondják, hogy jaj, királynőm, ez annyira jó ez a spirituális lecke, és kérlek, abúzáljál, és ontsd felém a... Ezért, tudod, nem, hanem gyorsan elkezdjük keresni ilyen űrutazási lehetőséget, hogy tudjuk ezt az illetőt fellőni a Holdra. És ez is megtörtént velem, olyan mérges lettem, hogy utána így leváltam, és majdnem egy ilyen hogy mondjam, egy önálló életet éltem, de és itt a válasz a kérdésedre. Az önállóság az mindig egy bizonyos távolságon belül marad. Magyarul, ha nem akarunk kilépni, mert valamit föl kell, hogy adjunk. Az én esetemben például most hova megyek? Senkit nem ismertem. Tudod, meg tudtam volna engedni, hogy hazamegyek, mert én már akkor kerestem jól, de hát eleve van egy úgynevezett elköteleződés. Én azt mondtam, hogy én ezt házasságot bevállalom, én Amerikát bevállalom, én feladtam a családomat, a barátaimat, az egész múltomat, tehát egy nagyon komoly elköteleződés volt a háttérben, és akkor most ezt dobjam fel, és akkor jönnek ugye az elmei programok, jaj, hát mit fog szólni akkor a szomszéd, ha hazamegyek vissza, tehát én nagyon-nagyon komoly dilemmán én is átmentem, és ez majdnem minden bántó kapcsolatban ez igaz. A lelki, vagy a lélek szintjén tudjuk azt, hogy ha mi elrohanunk innen, valamilyen szinten azzal nincs minden megoldva. Megold bizonyos dolgokat, tehát hogyha fizikai veszélybe vagyunk, akkor tényleg el kell menni. Tehát az nem téma, vagy nem az evidens,
de olyan konfliktusba találjuk magunkat, hogy idő kell jó döntést hozni. Ez nagyon fontos. Idő kell jó döntést hozni. És én is maradtam. Már jutólag megkérdőjeleztem magamtól, hogy ki kellett volna, vagy biztos, hogy maradni kellett volna. Nyilván van egy gyönyörű lányom a házasságból, de nagyon-nagyon nagyon bántalmazó volt a kapcsolat, érzelmileg. És akkor elmondom azért a saját történetemet, mert ugye én arra emlékszem, az hiteles, és nagyon könnyű ebbe fölismerni részeket, mert szinte említettem azt, hogy minél személyesebb egy történet, annál univerzálisabb, annál hétköznapi. És nagyon fontos tudni azt, hogy bármikor egy ember furinkán viselkedik, az azért van, mert bűn tudata van. Most kinek nincs, mindenkinek több tízezer rétegű bűntudata van, az az ego programok. Okay. És a rengeteg olyan dolog, ami a bűntudatból, vagy bűntudatot termelről nem is tudunk. És akkor én nem tudtam, természetesen, és folytattam magam útját, de benne maradtam, mert, és akkor itt jön a magyarországi ugye tréning, ami nem rossz, hogy otthon is voltak veszekedések, rengeteg ilyen családot láttam, és az volt az attitűd, hogy megoldjuk. Úgy is megoldjuk. Majd lesz valahogy. És nem tudtam azt, amit megosztottam veled is, és a nézőinkkel is, hogy az energiák, amik feldolgozatlanul maradnak, és integrálatlanul maradnak, azok időben növekednek, intenzitásban növekednek, és olyan lesz az életünk, mintha egy aknamezőn sétálnánk. És előbb-utóbb valami felrobban, azt hiszem, hogy elég idősebb vagyunk ahhoz, hogy ezt tudjuk, hogy ez már volt ilyen, és akkor próbáljuk rendbe tenni az életünket, felismervén azt, hogy hol kellett volna jobban dönteni, és mik azok a hiányzó energiák, amik miatt ez létrejöhetett. Energia dinamikailag nekem úgy tűnik, vagy úgy látszik egy bántalmazott kapcsolat, mint egy ilyen függőségi viszony. Mint egy ilyen szimbiózis, amiből így nem tudnak kilépni a felek. Tehát, hogy egyik se tud létezni, élni a másik helyekkel. És persze mondhatjuk azt, hogy a pszichológiai egyenlet az az, hogy aki mondjuk gyerekkorában is bántalmazott volt, tehát ugye az áldozat, akit így hozta, az felnőtt korában, és valószínűleg, vagy nagy eséllyel fog olyan párkapcsolatokat létrehozni, vagy manifestálni, ahol szintén bántalmazott lesz, vagy maga is bántalmazóvá válik. Te hogy látod ezt, Robi? Vagy egyáltalában mondjuk milyen, ha spirituális szempontból nézik, milyen karmát teljesít egy bántalmazó, és milyen egy bántalmazó? Mi az, amire tanítják egymást? Milyen fejlődés irányába próbálják egymást eljutni? Okay. Nagyon jó kérdés, mert nagyon sok síkon fut a dolog. Akár hiszed, akár nem, a legkomolyabb oka annak, hogy minket bántanak, az az, hogy belül energetikai szinten mi erőtlenek vagyunk. Ennek nagyon sok rétege van. Tehát a női erő, férfi erő, teremtő erő, erről nagyon-nagyon régen lemondtuk. Magyarul nem vagyunk az erőnk teljébe. De ez egy olyan fogalom, hogy az egyik embernek tudod, hogy megüti, tehát mint akár diszonanciát is okoz, ami a jó jel, azt jelenti, hogy ez ott van. Vannak olyan emberek viszont, akinek ezen gondolkodik el, egy kicsit elmélkedni. Nincs bántalmazás, amikor erőnk teljébe vagyunk, és szeretve vagyunk, és biztonságban vagyunk. És ez mind a két félre igaz, gondolom, bántalmazóra és bántalmazottra is. Tehát, hogy nyilván bántani is csak az fog, aki nincs az ereje teljében, mert így próbálja meg kompenzálni, hogyha jól látom. Pontosan, pontosan. Mindenféle támadás az egy többsíkú dolog, ugye a spiri lingó szerint minden támadás öntámadás, de ez azért fontos tudni, mert a bennünk lévő támadó árny aspektusunkat játssza le ez a másik. És ezért nagyon örülök, hogy csináltuk ezt a tartalmas trauma sorozatot veled, mert amire mi emlékszünk, a felszínen az az 1%, hogy tudod, bántottak, csúnya bácsi, csúnya feleség, csúnya, tudod, olyan sok ember nincs, aki igazán bántott, általában a szülők, testvérek és az exek, vagy a közeli valakik,
Viszont ebben az emléksávban ebben nincs megoldás. Nem itt van a válasz. Minden trauma alatt, és most ezt nyomatékosítom, mert beszéltünk egy picit róla, de tudod, a recept, azt képzőkurzusokon kell, vagy privát coachingon lehet csak átadni, mert annyira finom, és az a lényeg, hogy minden traumában mi elutasítjuk a szeretetet, elutasítjuk az erőnket, a nők a női erőt, a férfi a férfi erőt, a nő megtámadja a férfit, erőtlennek nyilvánítja, vice versa, a férfi a nőt erőtlennek, eszmérlen komoly és konzekvenciája, vagy következménye van, elutasítjuk a biztonságot, a védelmet, és emögött van még kb. 20 másik olyan erőforrás, amire amúgy szükségünk van, de mi megtagadtuk. Magyarul nem fogtuk fel, én sem, hogy akkora erőnk van, a teremtő erőnk van, hogy a belső gondolatainkkal, legyen az ilyen pici, megváltoztatjuk az egész történetünket, történelmünket és az egész életünket. Csak annyira nem voltunk ebben a tréningezve, hogy mikor behisztizünk, mikor jogosan mérgesek vagyunk, hogy az az energia, hogy ez milyen dominó effektust képez, és ezek a nem láthatatlan dominó effektusok képzik, vagy hozzák létre a bántalmazó kapcsolatokat. És mikor hozzám például jönnek ugye magánkliensek a világ összes tájékáról, én mindig azt mondom neki, hogy meséld el, mi történt, miért kerestél meg, és utána alatt én már tudom azt a történetet, amiről ők nem tudnak. Ezért hívják tudatalattinak, vagy tudatalannak, mert azt kell meggyógyítani, mert ott van a düroham, és ott van az erőtlenségünk, és ott van a szeretetlenségünk, és ezek az alsóbb rétegek ilyen több tízezer része robbantak fel, és homokszem nagyságúak csak. Nem látjuk őket szemüveg nélkül, még szemüveggel se, viszont mikor ráharapunk, akkor az ománcot megsért. És mondtam már egy páratoknak, hogy itt van ez a homokszem, ami dinamit erővel bír, viszont nem érzünk rá, mert szinte láthatatlan, dob egyet be egy motorba. Egy pár hét múlva tönkreteszi a motort. És ezt csinálja az életünkkel is. Tudod? És mindig az alsóbb sávokban vannak ezek a láthatatlan energiák, amik újra ugye termelik, meg teremtik az abúzust és a bántást. És amikor ezeket feloldjuk, erőre kapunk egy olyan, nem akarom használni ezt a szót, a szeretet, mert nagyon félreértelmezték a 3D-s Matrixban a szeretet fogalmát, de egy olyan erőre kapunk, hogy minket már nem tudnak bántani. És vissza magasabb a teremtői fokra, ez volt a cél. Azt mondta a teremtő, hogy én most megnézem, hogy ebből a rengeteg DNS mixből, ebből a keverékből, hogy melyik az, amelyik lábra áll, még a kellemetlen szituációkban is. És erre mondtam, hogy a legeslegelején, mikor elkezdtem a videókat csinálni, hogy ezért kellenek profi mentorok, mert ezt mi nem tudjuk megoldani. Ezt mi nem tudtuk, hogy ez így van. Önszabotás, bántás, akkor mi is bántunk, cirkuszt, ezek mind energetikai feloldatlanságokból vannak. Az immaturánsága, ahogy a múltkor beszéltük az első kapcsolat videókban, ez az éretlenségük. És az is történt, és ez fontos tudni, hogy mikor mi a földre lejöttünk, visszajöttünk, akkor ezt úgy hívják, hogy az emelkedés ellenkezője, ezt csak angolul tudom, azt mondják, hogy we descended. Tehát mi lejöttünk energiával, egy magasabb frekvenciából lejöttünk, egy sűrűbb, nehezebb, bántóbb, idézőjelbe gonoszabb, félelem teli világba, azzal a célból, hogy ismerjük meg, és a belső elme integrálásával, a traumák feloldása által ebből mi úgy el tudjuk ezt, úgy tudjuk semlegesíteni magunkban, hogy minden dimenzióban megálljuk a helyünket. Tehát ez lett volna, erre mondtuk, tudod, mikor együtt beszéltünk, hogy eltaknyoltunk, mert nem tudtuk, hogy mik az elvárások, és milyen térkép szerint mozgunk. Tehát azt tanítják, és itt a válasz, a másik, aki bánt, ugye ez mind lélek szerződés.
de le van írva. Erről se beszélnek sokat. És azt tanítják, hogy vedd már észre magad, hogy erős vagy, és állj ki magadért. De ez csak belső munkával lehet. De nem lehet, tudod, a Facebook is tele van ilyen mímekkel, hogy erős vagy, még minden lehet, csak persze, mondd meg az elmédnek. Nem azzal teremtesz, amit mondasz, hanem amit belül alul rezegsz. És ezért van ez a nagyon sok diszonancia. És a másik arra tanít, hogy állj ki magadért, mondd ki az igazat, tudod, gyógyítsd meg magad, és utána vállald be magadat. Most ez kicsit ütős, nekem is. Tudod, a férfinak megvan a maga, tudod, gyengeségcsomagja, a nőknek megvan a maga gyengeségcsomagja, és én azért vagyok ennyire ilyen nyitottan, őszinte, mert eleve ez a munkám, a másik meg nincs időnk, tudod, körbeérni dolgokat. Hát ez van, ki csinálta jól, hát sokat nem tudok, de korrigálni tudunk, és ez a lényeg. Igen, úgy tűnik nekem, hogy itt ennek az egésznek lényegében az a kulcsa, hogy hogyha a személyes erő az, ami van, teljesen torz úton, diszfunkcionálisan működne, ugye mind a két esetben, tehát bántalmazó bántalmazottnál, mert az egyiknek az a feladata, hogy megtanulja, hogy az ő személyes erő, hogyan álljon ki saját magáért, és hogyan vállalja azt, ami ő, és védje a saját érdekeit, a másik meg, mintha a belső vagy a személyes erőhelyek minden áron külső erőben akarná levezetni azt, amit belül kellene, vagy belül kellene megélni. Jól sejtem, vagy jól látom ezt a dinamikát? Igen. Az a nagyon fontos tudnivaló, hogy aki már csinált önmunkát, és főleg aki végzett velem, és követi ezt a más logikát, mint amit én tanítok, az tudja, hogy átéltük a traumát, tényleg fájt, rossz volt, rosszul esett, de ezeket ki lehet iktatni az emlékeinkből, magyarul meg lehet gyógyítani őket. Viszont az történik, hogy nagyon sok visszavágott, de ez, amit már segítettél nekem ebbe a kifejezésbe, hogy olyan dolgokat csinálunk mi tudatalap, mint hogy én is a volt, hogy az ex-emet kilőttem a holdra, hogy ez marha helyes, meg vicces, de ennek eszmetlen karmája van. Ez a bosszúvágy, amiről beszélsz. Bosszúvágy, azaz, igen, pontosan, köszönöm szépen. És elkezdjük ezt a bosszúvágyat termelni, mint a Terminátor, tudod, majd visszajövök, és visszajövünk, és ebből jönnek ezek a büntető hurkok. Büntetjük anyut, büntetjük apót, mert nem úgy szerettek, ahogy az a mi definíciónk szerint ez működött volna. Ez amúgy a szívtörés traumájának a jelen. Csak hogy anyut azt a Julcsin keresztül büntetjük, apót meg a Pistin keresztül. Pontosan. Pontosan. És minden büntetés önbüntetés. Tehát bármikor önszabotázós, vagy önszabotázós mintával vagyunk, magunkat büntetjük, de igazán nem. A szülőket büntetjük, hogy vegyél már észre, nézd meg, hogy szenvedek, állj, tudod, segíts nekem, tudod, és akkor ez az egónak ez a szenvedés hurka, vagy loop, vagy ez a hurok, tudod, miben magunkat beleküldjük. Büntetjük őt, a karmán keresztül azonnal magunkat büntetjük. És ezért van ez a nagyon komoly elakadás, mert a nagyon alsó, ez a több tízezer alsó réteget szinte nem ismertük. Nem volt megosztva, volt egy olyan előfeltételezés is a világban, hogy aki nagy színpadon van, az marhára tud mindent, és nem így volt. Ezek nagyon kevés ember van a világon, aki igazán érti a teljes receptet. És azt mondom, hogy ez is egy elég nagy, hogy mondjam, felismerés az embereknek, hogy nem mindig a nagyhangúaktól jön a válasz. Na most ezt tudod, most már ott vagyunk, hogy itt az új föld, hát most már nem kell lábújhegyen járni, hogy jaj, mi lesz, tudod. Mert épp eleget szadíztak minket, mint csillagmagukat, és most jött el az idő, hogy beszéljünk igazat, ahogy mondtam, álljunk ki egymásért, magunkért, vállaljuk be az erőnket, és gyógyuljunk meg, ezáltal leszünk méltóak arra, hogy megörököljük a földet. Még egy utolsó kérdés ide a bántalmazókhoz. Hogyha valaki felismeri, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatban él, és akkor most ne arról beszéljünk, amikor valakit a férje két naponta PP-vel, mert nyilvánvalóan már menni kell, hanem mondjuk egy ilyen, hol valakit egy érzelmileg terrorizálnak, folyamatosan bűntudatot kelt benne a másik, rossz érzéseket kelt, tehát egy darab szarnak érzi magát a másik mellett, mert azt az érzést adja neki, akkor valószínűleg ugye ez egy bántalmazó kapcsolat. És ha valaki ezt felismeri, akkor mit tegyen? Tehát mondjuk te mit javasolnál, vagy tanácsolnál neki? Álljon föl, hagyja ott, menjen el, kezdjen el dolgozni saját magán, jó, ez nyilvánvaló, igen. Vagy
próbálja meg a másikkal is elkezdeni valamilyen fajta belső munkát. El lehet-e várni a másik féltől azt, hogy ő is haladjon együtt velünk? Mennyi az esély arra, hogy a másik fél is el fog kezdeni haladni önmunkával? Mert gondolom, ha csak az egyik fél dolgozik, de a másik nem, akkor megette a fene az egészet, mert egyszerűen teljesen el fognak mozdulni egymás mellett. Tehát a bántalmazott az erőre fog kapni, és el fog sétálni. Akkor nem gyógyította meg a bántalmazott. Ja. Tudod, van ennek, ahogy te is látod, a spirituális aspektus, van egy gyakorlati sík. A kettőnek nem kéne, hogy külön legyen, de mind a kettőt masszírozni kell. Ha tényleg nagyon durva a bántás, akkor ki kell menni, ki kell szállni, mert amikor nem vagyunk fizikailag biztonságban, az egyik külső sebünk, nem tudunk gondolkodni. Tudod, ezek a fizikai biztonsághiány vezet manipulációhoz, kontrollhoz, tehát eleve már, amikor a bántalmazó bánt, akkor nekik is fizikai biztonsághiányban szenvednek, de ezt most nem tudod megmondani egy őrjöngő gorillának. Hogy kisgyerek, te fizikai biztonságban ezért szenvedsz, tudod, ülj le, és akkor beszéljük át, nem így működünk. Az új földön így fogunk működni, de a régi invertált mátrixban a sok, a felgyűlemlett feszültség, a sok feloldatlan trauma, meg minden, az egyszerűen nem teszi lehetetlenné, vagy nem tette lehetetlenné azt, hogy tényleg nyugodtan át tudjunk beszélni dolgokat, mert mindig volt valami, tudod, ahogy említettem, az elmének van egy olyan alapprogram, hogy mindent személyesen vesz, és mindent támadásnak vesz, amíg át nem programozzuk. És akkor visszakérdésedre, ez egy kicsit egyéni dolog, de adok egy-két általános ötletet, és az az, hogy ha nagy a bántalmazás, akkor tényleg ott valami megoldást kell keresni, hogy az a személy, a fizika, tehát az illető fizikai biztonságot találjon, ahol nem kell éjszaka attól félni, hogy valami történik alvás közben. Ez egy nagyon-nagyon fontos, valami én is a mentoraimtól tanultam még 2010-ben, hogy a hálószobának nagyon biztonságosnak kell, hogy legyen. Tehát, hogyha ott hallunk hangokat, vagy ha nem érezzük ott magunk biztonságban, nem fogunk tudni jól aludni, az egész ebben a hiper érzékenységben megy át, keressük a biztonságot, és soha nem fogjuk megtalálni, és tényleg fizikai szimptomák és betegségek jönnek ki. A másik, meg nehogy Isten, most az ember úgy dönt, hogy marad, magába el kell kezdeni vizsgálni ezeket az energetikákat. Milyen szerepet játszik le ez a másik? Hogyan teremtettem meg ezt a szituációt? És ezt én a mentoriumtól tanultam, és ez annyira érdekes volt, mert amikor ezt kérdezik, akkor kiszállunk az áldozati szerepből. Miért bántanak engem? Miért én, szegényét, tudod? Nem, tényleg nagyon cudar. Tehát ahogy említettem, a teremtő így adott itt a jó pár millió lehetőséget, hogy nézzük, hogy ki, hogy boldogul, vagy tudod, hogy melyik keverékből mi történik. Most ezt mi nem tudtuk, és ezért a kis Matyóska baba szeméből néztük a világot, mint egy ijesztő, nagy, egy ilyen terjedelmes valami, mi nem találtuk a helyünket. És abban a pillanatban, amikor megkérdezzük, hogy ezt én hogyan teremtettem, nem könnyű föltenni. Itt nekem mit kell átdrótoznom magamban, és ez soha nem egy felszínes válasz. Itt nagyon sok ezer válasz van, és amikor kipucoltuk a több ezer réteget, utána ez a bántás, bántalmazás teljesen átdrótozódik úgy az elménken keresztül, és a világ, a külvilág abszolút nem fogja ezt produkálni többet. Nem fognak bántani, nem lehet minket bántani, mert annyira az erőnkben vagyunk, annyira tudjuk, hogy kik vagyunk, annyira tudjuk, hogy mik a határok. Csak tudod, erről is rengeteg ilyen spirituális tanítás beszél, hogy határok, meg tudd ki vagy, meg vállal bőn magad, ez semmi gyógyulás nincs. Ez egy általános irány, tök jó, tudod, ezzel menjél le Balatonra. Hova? Specifikusan. De nincs specifikus, tudod? Hát majd Balatonnál találkozunk. És akkor van, tudod, egy millió opció. És ezeket az opciókat kell nekünk megtanulni. Nagyon sok lépésből áll a gyógyulás, és nagyon sok lépésből áll az evolúciónk. És azt vettem észre a spirituális világban, hogy mindenki szeretne minden századikat csak. És nem lehet. Tudod, egyszerűen a teremtő nem hagyja, hogy a közbenső lépéseket kihagyjuk.
És azért van az, hogy hát én már 20 éve tanulom, és még mindig, hát persze kis csillag, mert itt lent, még ez a 10 000 lépés nincs megtért, tudod? És akkor ezt adom át, ezt a tudást, hogy itt, és ezeket kell meggyógyítani ahhoz, hogy ez a nagyobb üzenet, ez a spirituális üzenet igazán magunk, vagy azt akartam mondani, hogy emészhető legyen, és tényleg működjön. Szeretném a témát most egy kicsit egy éles váltással átterelni máshová, méghozzá nemi szerepeinkre. Hogyha mondjuk így visszatekintünk 100, 200, 500 évvel ezelőttre, ott nagyon élesen elhatárolódott a férfi nemi szerep, meg a női nemi szerep. Sőt, maga a férfi, meg a nő. És aztán nyilván a 20. századtól kezdve ez már elkezdett egy picit összemosódni, jött azzal, hogy szükséges mozgalomtól kezdve az emancipációnál, a nők egyenjogúságot szerettek volna, és ki is hívtak maguknak. Aztán zárójában hozzáteszem, ezen biztos lehetne még vitatkozni, hogy mennyire vagyunk egyenjogúak, mennyire nem. De nem ez a lényeg. Hanem a lényeg itt igazából az, hogy most viszont a 21. században már oda jutottunk, és hogy csak egy példát mondjak neked, a Hollandiában a Miss Universe szépségversenyt egy férfi nyerte. Nem viccelek, valóban egy férfinak született, most már nővé identifikálódott hölgy, tehát most nem is tudom, mit mondjak hirtelen, hogy férfi vagy. És nagyon úgy tűnik, hogy ez a tendencia, tehát hogy így ebbe az irányba megyünk, hogy már elkezdett nagyon-nagyon összemosódni ez az egész. Ugye megjelentek a non-bináris neműek, és a többi. Én személy szerint meg vagyok egy kicsit ijedve, hogy hová tart ez az egész. Nekem ebből a szempontból még konzervatív látásmódom, vagy értékrendben van, mert van a férfi és van a nő, és szerintem nem véletlenül van a férfi, és nem véletlenül van a nő, és nem véletlenül születünk olyan testben, amiben születünk. De a lényeg, amit ezzel az egésszel kérdezni akarok, hogy te hogyan látod ezt a kérdéskört. Tehát, hogy igen, fontosak a nemi szerepeink abba a testben, amivel születtünk, vagy az új földben ezeknek a keveredése, vagy egy semleges nem létrejötte, vagy az, hogy nemet váltsunk, amikor éppen csak kedvünk van, ez teljesen természetes dolog lesz. Tehát, hogy milyen irányba haladunk, és mi az, ami nem jó irány, vagy milyen irányba kellene helyette haladni. Jó, szombos a kérdés, és ez is nagyon sok síkon fut. Tehát most már tudod, rengeteg olyan ember van, aki ráébredt arra, hogy a háttérben azért folyt egy-két nagyon cudar dolog, ami mindenból csak nem kedves és szeretetre méltó. A múltkori beszélgetésünkben, Szonya, beszéltünk arról, hogy amikor egy gyógyult férfi és egy gyógyult nő együtt van, akkor abból van ez a mastermind. Ez a mastermind. Na, ettől a legfelsőbb kaszt rettegett. És akkor betettek olyan programokat, hogy egymás ellen uszítottak minket. A nő utálja a férfit, a férfi utálja a nőt, a férfi féljen a másik férfitől, a nő versengjen a másik nővel, ennek a szemünkkel, ez nagyon evidens. És mindenek az volt így a célja, hogy alacsonyabb szintről, hogy zavart keltsen bennünk, identitás zavart, energetikai, nemi zavart, kérdésességeket. És installáltak belénk olyan programokat, hogy ez a mastermind, ez ne jöhessen létre. Na most. Egy teremtői szinte, magasabb szintről azt mondta, hogy azért hagyta a teremtő, hogy ez legyen, hogy vissza a tervező asztalhoz, hogy ki az, aki felfedezi ezt a rossz mintát. Nagyon sokan bekajolták. Én nagyon sokat tanultam erről, hogy ezek a nemi, meg a homoszexualitásnak, hogy miért van ez a sok kifinomult része, a szivárvány színű zászló is, ami ha lilával kezdődik, az egy nagy, az a teremtői teljesség. Na most ezt a legfelsőbb kaszt, ugye minden szimbólumnak adtak egy invertált jelentést, megfordították, és amikor pirossal kezdődik, az a idézőben nem jó, azaz rossz irány.
Tehát olyan szinten szimbólumokkal, érzelmekkel, frekvenciákkal próbáltak minket programozni, hogy lefolytsák a bennünk lévő idézőjelbe az erőt, ezáltal mi elhanyagoltuk magunkat és az erőnket, ezáltal egy rengeteg abúzusos, meg bántó kapcsolatot találtuk magunkat, ezáltal nem tudtuk felfedezni magunkat, ezáltal ezért bántjuk a másikat, stb. Most ennek, amikor az ember egy kicsit úgy átlátja, hogy azért ez egy eszméletlen, precíz és profi rendszer, de minden értünk van, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon fájt, tudott szakaszok az életbe, és akkor ezt, amikor ebből kezdünk kilábalni, akkor látjuk azt, hogy azért itt rólunk szól a dolog, értünk szól a dolog, csak nagyon furcsa logikával bír. A férfiak, akik, most például ez a Miss Hollandia, én is láttam amúgy, most csak tudna azt, hogy az egész már cirkusz. Tehát most a fehér kalaposok már azért nyomják ezt a világ így arcába, hogy vedd már észre, hogy ezt te teremted az elméddel. A te bizonytalanságod, a férfinak a férfiatlansága, a nőknek a nőietlenség, ez a sok árnyunk, ez a keszekusz, a gondolat, hogy ezt teremtette. Tehát sajnos az ember úgy működik, Szonya, hogy addig nem hisz valamit, amíg nem látja. Másképp kéne, hogy működjön, mert tudod, azt látjuk, amit mi először belül elfogadunk, tökéletesen, tehát tudod, összhangban, de nem így működik az ember, mert nagyon képzetlen a belső elmében. És ezt próbálják megmutatni a magasabb síkon a fehér kalaposok, hogy nézd már meg, hogy mi folyik itt, és mondj nemet. Tudod? Ez a legnagyobb bajunk, hogy nem mondtunk nemet. És ezt próbálják az égiek, most másnál megmentettek minket, tehát a sok, tudod, traumatikus ciklusból minden, annak ellenére, hogy nem szabadott volna, hogy beleszóljanak a szabad akaratú zónában, beleszóltak és véget vetettek ennek a nagyon gonosz, meg nagyon csúnya világnak, ami volt. De ez csak azért maradhatott fent, mert az ember első elmébe ott rezgett a gonosz. Ott rezgett a trauma, ott rezgett a visszavágó, ott, és tudod? Tehát van, nagyon komoly részünk van, sőt, mi teremtettük ezt, de most, ahogy a múltkori beszélgetésben is mondtuk, már nem szapolni kell magunkat, hanem ráébredni, hogy eszméletlen erőnk van, de ezt az erőt csak úgy fogjuk tudni bevállalni, hogyha kitakarítjuk a belső világunkat. Gyorsan még egy kérdés, de jól értettem, tehát ott tud egy ilyen megtörténni, tehát most a Miss Universe Hollandiát egy férfi nyerte, hogy a kollektív tudatban már annyira jelen van, hogy ez megtörténhet, mert meg hogy ez a normális, hogy aztán utána manifestálódik is, és itt kéne rádöbbennünk arra, hogy ez így nem oké. Csak ugye nekem még az a kérdésem, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, mert mondjuk ahogyan én szemléltem a világot, én azt vettem észre, hogy ezt így megpróbálják így ránk erőltetni, tehát ezt az irányzatot, ezt a keverjük össze a nemeket, hozzunk létre semleges nemet, bárki bármikor változtathasson nemet, ez döbbenettel figyelem, és akkor igen, annak az egyik aktusa az, hogy akkor egy női szépségversenyt egy férfi nyert egyszer csak, vagy az év nőjének egy férfi választanak, mert erre is volt most talán egy éve példa. Tehát akkor most mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás? Tehát hogy hol indulnak ezek a folyamatok el? Mindig a kollektív tudatban? Tehát belőlünk a kollektív tudatban jön ezt? Ez általában igen, és tudni kell a nagyobb történetet. Tehát tudod, magunk szemszögéből mi látunk egy történetet, ez a mi perspektívánk, ami általában nagyon csak egy kis része, egy kis százaléka, ami igazán folyik. És ha belegondolsz, volt egy felsőbb kaszt, itt az invertált matrixban egy olyan, nézd, hogy változtassuk meg az elmei programokat az emberekbe, terheljük le őket, zavarjuk meg őket, és akkor ezáltal nem fognak erőre kapni, mert tudták, hogy most eljön ez az idő, mikor megörököljük a Földet. Tehát ez az egész, ami most folyik, ez egy 26 ezer éves ciklusnak a végén vagyunk. A tudósok úgy mondják, hogy nagyon hamar, most már bármelyik nap bemehetünk ebbe a plazma felhőbe, amit egyesek úgy hívnak, hogy napvillanás, egyesek úgy hívnak, hogy plazma, tehát stb. Tehát ezt ettől próbáltak igazán a mesterséges intelligencia és a Svenevald a Bibliában, amit a spirituális egónak hívnak, ezek a programok próbáltak minket
olyan szinten leterhelni, leredukálni, hogy ne tudjuk ezt a napvillanást, vagy ezt a plazma felhőn való utazást megélni, mert ezáltal, és akkor ez a lényeg, ezáltal mi olyan erőre kapunk a csillagmagok, a Krisztusi vérvonal, hogy teleportálni fogunk tudni. Olyan erős lények vagyunk, hogy a jelenlegi 13. dimenziót a mester, teremtő, kollektív, ott fölül fogjuk múlni. Na most ez a mesterséges intelligenciának nagyon nem tetszett. És akkor, tudod, akkor próbálták olyan úgy leterhelni, hogy a férfi ne tudja, hogy most férfi el vagy nő. És ezt megmondom, milyen nagyon fontos, most már tudod, veled már jó sok interjút csináltunk, és így van egy jó háttér, hogy mindegyikünk egy éretlenebb szinten talán, de szeretné, hogyha mi tetszenénk a másiknak. Tudod, szeretjük a tetszeni, bejövünk, kedvelnek minket, de nincs semmi analizálni való. Viszont, ami ott van a szívtörés traumája, ami mindenkinek ott van, és ezt a legfelsőbb kaszt nagyon durván, nagyon finoman, így homokszemenként dobálta bele a motorunkba, tudod, meg a fogunk közé, addig nagyon-nagyon félünk attól, hogy mi lesz akkor, ha nem tetszünk a másiknak. Mi lesz akkor, ha a mi két szép kék szemünk az nem megfelelő. És ezért próbáltunk idomulni, és betettek olyan programokat, mint például a Victoria's Secret. Tudod, az a női, a alsó nemű, meg a... Na, hát az nem Victoria volt, hanem Victor's Secret. Az mind férfi. És megint ez, hogy a ne tud azt felfedezni, hogy mennyire erős vagy. Ne tud felfedezni azt, hogy mennyire fantasztikus vagy, ha bevállalod önmagad, ami azt jelenti, hogy kitakarítod a több tízezer soros elmei programot. Eljutottunk egy olyan korba, hogy most már lehet beszélni. Tehát azt én 10 évvel ezelőtt mondom, akkor tudod, valaki kopogtat éjjel 3-kor az ajtón, már nincs. Tehát nekem az a dolgom, hogy ezt én nagyon nyíltan integráltam, mondom, ez van, és e fölött tudom a megoldást, hogyha nagy Isten valaki el van akadva ezekben az elmei programon, tudom, hogy lehet ezt meggyógyítani, integrálni és kiszállni belőle. Jó? Tehát az a lényeg, hogy eljött a mi időnk, a csillagmagok, akik ezen a plazma a felhőn át fognak utazni, ez egy nagyon nagy veszély volt a mesterséges intelligenciás, ezért próbáltak minket terhelni, de egy magasabb teremtői szintre azt mondták, hogy figyelj, old meg, itt vagyok, ha kérdezel, segítek. Na most, ahogy múltkor beszéltük, ez teljesen kimaradt, tehát igazándiból egy ilyen eléggé kínszenvedéses, kihívásos, vagy kihívásokkal teli életet éltünk, de csak azért, hogy mutassa meg a teremtő, hogy teremtő nélkül próbáltunk egóból, egyedül úgy teremteni és úgy élni, ami ide vezetett. És akkor most van egy nagyon nagy tábor az embereknek, hogy ki választotta a nem a teremtőt, ki a másik mesterrel van, és ki van a teremtővel, aki ez egy sokkal kisebb réteg. És ez a kisebb réteg fog emelkedni. Tehát nagyon tudod, lehet aztán szelek fejtegetni, csak mondom, hogy tud, hogy ott van az utálatos aspektusa, és viszont ott van egy teremtői aspektusa, az, hogy vedd észre, hogy mekkora erővel bírsz, de ne a másikat okold, ami egy ego program, hanem gyógyíts meg magad, emelkedj fölé, és rálátsz az igazi üzenetre. Jó. Akkor kijelenthetjük azt, hogy már pedig a nemi szerepek fontosak, a nemi szerepekre szükség van, a teremtő nem véletlenül hozott létre Ádámot és Évát. És a boldogulásunkhoz, a tisztulásunkhoz, az emelkedésünkhoz, a teljességünkhoz szükségünk van arra, hogy megéljük a nemi szerepeinket. Ezt így ki tudjuk jelenteni, vagy kimered? Jó. Akkor a kérdésem pedig az volna, hogy akkor most mindenki üljön le kényelmesen, és akkor mondd el nekünk, hogy milyen a férfi, milyen szerep, milyen az igazi férfi szerep, mi minden tartozik ide, és ezzel egy emellett, milyen a női, és milyen energiák tartoznak a nőhöz, amit meg kellene élni. Okay. Erről van egy jó pár előadás, a David Deida, az egy közismert név, ugye ő nagyon sokat beszél a férfiasságról, és akkor vannak neki követői, meg kollégái, akik sokat beszélnek a női energiákról. Tehát ott nagyon-nagyon részletesen le van bontva,
persze abban nincs megoldás. Tehát ez azért, hogy jó az üzenet, tehát tényleg megvisz az üzenet, viszont a több tízezer lépés a hogyanjáról az szinte nem áll rendelkezés. Kezdem a nőkkel, és nagyon-nagyon leegyszerűsítem. Tehát ez a lényeg, hogy ez nem egy képzőkurzus, ez egy beszélgetés, csak tényleg, hogyha az ember egy kicsit már másképp látja a világot, már az egy jó irány változáshoz vezet. A nő mit akar egy nő? Nőnek lenni. Hoppá, tudod? És szeretni, ez nem azt jelenti, hogy nem tud dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudja magát eltartani, hanem a nő az a kreatív energia. Az, aki lehet, hogy pingál, lehet, hogy fest, lehet, hogy kertészkedik. Egy nő szeretne lenni, hogy magát a női bőrében úgy érezze, hogy biztonságban van, úgy érezze, hogy teremthet, és ha valami nem tetszik neki, akkor azt tudod, visszateremti, feloldja, és akkor teremt tovább. Tehát ez a felszabadult nő, aki egy fantasztikus energia. Na most ez már eleve nagyon sérült, mert a nő nincs a női erejében. Ő nem érzi, hogyha ő maga, akkor ő biztonságban van, őt szeretik, elfogadják. Ezek nagyon fontos szavak, ez nem spiri hablagy, hanem ez több tízezer rétegben ez sérült. Tehát az, a nőnek az a dolga, hogy nőjé váljon, nem kislány, aki haragszik anyura meg apura, hanem oldja fel ez a dolgot, és egy igazi teremtő nővé válhasson. Ennek sok lépése van. Ez a nőnek ugye szüksége van egy olyan férfira, aki stabil. Nagyon sok férfi pont ezekkel a Victor's Secret, meg ilyenekkel tudott eszmenne labilisát. Nem tudjuk, kik vagyunk. És olyan sok fals és romboló üzenetet plantáltak belénk a televízión keresztül, újságrovatokon keresztül, hogy a férfi megkérdezi a férfiasságát. Nem tudja, mi az férfina, hogy férfi legyen. És a nagyon egyszerű válasz, ugye a férfi az mit szeret lenni? A nőhősének. Szeretne a nőhősének lenni, anyagilag, szexuálisan úgy eltartani és kielégíteni azt a nőt, hogy ez egy tartós jó kapcsolat. Vagy lehessen. Együtt növekszik. Mind a kettő szeretne együtt növekedni. Ez az alapfelállás, és ezt nagyon szépen lerombolták. És miért rombolták le? Mert hagytuk, mert belül az elmei programunk gyengék. Ezért kell újraépíteni magunkat. Tehát ez a nő, ugye ez azt jelenti, hogy ő játsza, vagy éli a maga életét. Nem azt jelenti, hogy nem vele, hanem ő egy nő, ő kertészkedik. Ez a srác, ami meg a logikát és a férfi energiát szimbolizálja, meg reprezentálja, az meg olyan, hogy szia, oda megy, mint tudod, egy kis pillangó, hogy szia, vagy még nekem, persze szívem. Tehát, és az is hiányzik még a férfiaknak, hogy egy vezetői szerepet kéne, hogy bevállaljanak. Na most mondd meg ezt egy traumatizált nőnek. Nézz a pasidra, és fogadd el az ő vezetés. Miről beszélsz? Ruhat tudod, disznó meg, blablabla. Tehát neki is meg kell gyógyulni, a férfinak is meg kell gyógyulni, és akkor tudjon egy olyan energetikai, egy idézőben vezetést adni ennek a nőnek, hogy ez a nő biztonságban érezhesse magát. A stabil pillér az a férfi energia. Nem szeretem ezt a szót, de most ezért teszem, hogy kaotikus. Ez az érzelemvilág. Hogy ez is létezhessen, és létezhessen ez a stabilitás, ez az elfogadás, és ez a férfi, aki stabil, nem verseng a többi férfival, nem haragszik erre az energiára, egy biztos pillért ad neki, és támogatja ezt. Ez a yin és yang. Na ezt tették lehetetlen, és ezért kell, ahogy a múltkor beszéltük, meggyógyítani a női energiát, a férfi energiát, és megtanulni úgy harmóniában élni, hogy támogatjuk egymást, de nem, és nem támadjuk egymást. Tehát egy kemény, kemény iskolába voltunk. Igen, és pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye a férfi energiák, meg a férfi szerepeknek az ilyen módú kibillenésében mi nők mennyire vagyunk felelősek azáltal, hogy ugye onnantól fogva kiharcoltuk magunknak az egyenjogúságot, és ugyanannyira ambiciózusak, karrieristák lettünk, és ugyanazt akarjuk elérni, és most már ott tartunk, hogy a férfiaktól pontosan ugyanolyan utódgondozást várunk el, mint amit mi bele tudunk rakni. Tehát hogy érzed, hogy ugye régen nem ez volt, és most már 20-21. Századra ez teljesen, nők ugye nagyon feljöttek, és nagyon megerősödtek a férfiasságukban, vagy a férfi hínjükben, mert már sok mindent meg tudunk csinálni mi is, amit
korábban elképzelhetetlen volt, mert az a férfi feladata volt, a férfi dolga volt, de most már ennek is meg bele is kényszerülünk. Többek között mondjuk egy egyedülálló anyaként én is nagyon sok mindenbe belekényszerültem, hogy ilyen legyek apa is, meg ilyen legyek férfi is a háznál, mert ugye ilyen energiám hiányában nekem kénytelen voltam ezt átvenni. Na, hogy a kérdésem ugye arra vonatkozott, hogy ebben a kivillenésben mennyire vagyunk mi felelősek. És ha igen, akkor hogyan tudjuk, vagy hogyan tudjuk elősegíteni ennek a folyamatnak, tehát a mérleg nyelve az visszakerüljön a megfelelő pozícióba. Oké. Felelősek és a nők, de a férfiak is. Mondok egy példát, ez lesz az ütős, aztán majd utána bocsánatot kérek, hogy a nővel kezdődik a dolog, tehát a nő ad életet, szüli meg a férfit. Tehát már azok az alapenergiák, amik abból jönnek, az a férfinak lesz egy úgynevezett kezdő háztartás, egy érzelmi háztartása. Na akkor később megjön az, hogy a férfi viszont labilis volt érzelmileg, tudod, tele volt egóval, nem értette az igazi működését az életnek. Tehát mind a kettőnek van úgynevezett felelőssége. De az történik egy kicsit a technikai síkon, hogy az érzelmi világunk, ami a női energia, ezek az árnyak, a hiedelmek, a rossz konfliktusok, a bennünk lévő félelmek, meg szorongások, meg szomorúság, tehát ami nem százas, az a női energiának valamilyen szinten egy kompromisszumos változatban. És amikor ez a női energia, ami létezik mind a férfiban, mind a nőben, mert ezt aztán nem kell tudod nagyon taglalni, amikor ez a női energia túl sokáig van ebben a sérült állapotban, és mondjuk ez az illető, ez egy nő, az érzelemvilága bántott, nem éri el azt, amit szeretne, ez egy nagyon komoly csalódáshoz vezet. Kudarc érzésekhez, és akkor ott vannak az álmi programok, és azt mondja a nő, aki egy nagyon erős lény, hogy én ebben nem akarok tovább élni, és sávot vált, ez egy kompenzáció, és létrehoz egy olyan tőárnyékot, amit úgy hívnak, hogy függetlenség. Ez angolul independence. És ez a független energia, ez a sérült női energiának a cserben hagyása, és átváltunk egy férfi energiába. Oké? Most ez azért nagyon érdekes, mert ezzel megint nagyon sok nő ezen átment. Át kell menni minden lépcsőfokon. Tudod? És akkor ez a férfi, és akkor tudod, a nő viseli a gatyát. Hát a nő nem szeret gatyát hordani, ő tényleg szeretne nő lenni. De hát itt nem jó, mert itt meg sérült, feloldatlan traumák vannak. Haragszik akkor itt a férfire, haragszik a nőre. És egy két világ között van ez a konfliktus, és amíg precízen, tudod, ahogy említettem többször, ezek nincsenek feloldva, megoldva, integrálva, addig ezekben a kompenzációs mintákban vagyunk. Tehát felelős a nő? Igen. A nőnek van egy olyan fantasztikus energiája, hogy az a legvadabb férfit is meg tud szelídíteni. Te tudod, az a legnagyobb gondszolnya, hogy a nő fél a férfitől, a férfi fél a nőtől, félünk egymástól, és olyan szinten rövidzára csináltak így a külső programozásunkban, hogy nem tudjuk, hol a kiút. És a kiútot, hogy tudod, hogy te is mondod, csücs, és akkor kezdjük el átvizsgálni, de vállald be. Ezt nem lehet ráerőltetni az emberek. Ez volt az előző kérdés. Tehát van, aki ezt nem akarja bevállalni. A Bibliában is, ahogy mondják, hogy nem lesz magyaros, de angolból fordítom, hogy nagyon sokat hívtak, de nagyon kevesen válaszoltak a hívásra. És ez azt jelenti, hogy nagyon soknak mondták fentről, hogy gyere, van megoldás, gyógyítsd meg magad, találj a nőiességedbe békét, találj a férfiasságodba békét, gyertek, alkossuk meg ezt az új világot. Ez viszont olyan diszonanciával járt, és ezt be kell vállalni. Ez az önmunka. És aki ezt nem vállalta be, hát az maradt egy olyan alacsonyabb rezgésű idősíkon, ahol az ego, az ördög, az emi vibrál, vagy rezeg, és nekik is megvolt a maguk szerepe, mert ők mutattak nekünk úgynevezett olyan tükröt,
amiről nagyon sokan beszélnek a spirituális világban. Tehát látod, nagyon több tízezer síkon fut, és mindegyik történet fontos, és csak úgy fogunk tudni mindegyik történetbe beleilleni, amikor belül a magunk belső elméjét, a diszonanciákat feloldjuk és megdöbbünk. Oké. Beszéljünk akkor a szép új világról, az új földről, hogyan te nevezed. Milyen párkapcsolati modell lesz ebben az új világban? Milyen irányba kell ehhez változnunk? Milyen lesz az új értékrend? Mit szeretnének az égiek? Mit tanuljunk meg? Milyen irányba kezdünk el fejlődni? Tehát mire számíthatunk? Okay. A házasság intézménye, ugye, amiben te is benne voltál, meg én is, meg stb., az egy nagyon-nagyon furinka, egy eléggé utálatos intézmény volt. Az egy vatikáni trükk volt. Abban a pillanatban, hogy két ember összeházasodott, két vállalat jött létre. Tehát a szerződések nem két ember között volt, két élek között, hanem két vállalat között. Tehát én adok, te veszel, te fizetsz, hát egy ilyen cserekereskedelem alakult ki, és ez meg kell gyógyítani. Tehát tudod, angolul mondom, aztán majd tudom, magyarul kimondom, hogy van a legtöbb társkapcsolatban olyan árnyi konfliktusunk, hogy úgy érezzük, hogy ez a user és a used. Tehát a kihasznált és a kihasználó. És ez egy nagyon-nagyon durva árnyi konfliktus minden kapcsolatban. Sokszor ki is jön a szövegkörnyezetünkből, hát te kihasznált, tehát mindent odaadtam, jó, tudod, és akkor csillapodjunk le, mert ezek árnyak, programok, amiket nekünk integrálni kéne ahhoz, hogy ebből a mintából kilépjünk. Ez volt a régi, a viaskodás, erőharcok. Tudod, én a szívem odaadtam neked, te összetörted, ilyen nincs, mi törjük össze a saját szívünket. Tehát egy teljesen félrevezetett, egy ilyen óvodába voltunk, fakarddal hadonáztunk, és akkor az új föld meg arra fog szólni, hogy tedd le a fakardot, tudod, ülj le, nem lesz minden könnyű elfogadni. Tudod, tehát ahogy én is mondom, van egy magasabb szint, van egy alacsony, minél alacsonyabb a szint, a rálátási szint, annál inkább fáj. Mind a nőknek, mind a férfiaknak. Azért mondom ezeket a különféle rétegeket, hogy tudd azt, hogy semmi nem volt ellenünk, még akkor is, ahogy éreztük, hanem egy kihívás volt. Tényleg azt mondta teremtő, hogy nézzük meg, hogy most ebben a DNS keverékben, ebben a szituációban hogy reagál. Van, aki így reagált, van, aki úgy reagált, viszont ezért magunkat mi büntetjük. Büntettük. Ezt kell meggyógyítani, ezt kell megoldani. Minden DNS keverék amúgy ki tudott volna szállni minden bajból, csak tudod, taknyolt. Ezt mondja, ez nem megy. És az új földön az lesz, hogy a házasság intézmény az el fog tűnni. Nem lesz ráforszírozva az ember, hogy ásókapa nagyharang megjenek. Nem. Lélekszerződés lesz, és azt mondjuk egymásnak, hogy nincs elköteleződés, nem lesz túlélési stratégia, azaz ez a csávó jó keres, akkor ez a nő, tudod, oda megy hozzá, még akkor is, hogyha nem százas a kapcsolat. Nem lesz. Mindenkinek lesz pénze. És a lélekszerződés arról fog szólni, hogy én jól érzem magam veled. Én szeretek a társaságodban lenni, nem lesz mindig, tudod, minden, tehát lesznek súrlódások, amik kell a törzsfejlődésünkhöz, de viszont tudjuk azt, hogy én veled jól érzem magam, veled szeretnék együtt teremteni, a yin-yang együtt teremtés. És ez csodálatos. Most ide tudod, te azt hiszem evidens, hogy el kell jutni. Tehát nem lehet kivenni ebből a kihasználó, tudod, sokszor nagyon rossz energiák jó világból betenni valakit az új világba, azért csinálják az égiek ezeket a úgynevezett gyermeklépéseket. A gyereklépések május 21-től megszűntek, tehát most már felnőtt lépésekbe haladunk. Azért van ez a sok szorongás, meg hogy jaj, mi folyik itt? Ébresztő. Az folyik itt. Jó? Tehát nagyon szép lesz az új föld azoknak, akik hajlandóak bevállalni, nincs kötelező, de aki érzi magában bent ezt a nyomást, ezt a kívánságot, hogy igen, el akarok menni, annak, tudod, mi vagyunk így a segítői és a támogatói. A most meglévő, vagy a jelenleg még meglévő kapcsolatok át fognak-e tudni sétálni ebbe az új világba?
Vagy kérdezhetem úgy is, hogy mely kapcsolatok fognak tudni átsétálni az új világba, vagy átcsúszni az új világba. Mert hogy nagyon sok kapcsolat még mindig a régi rendszer szerint működik, ugye ez a házasság, amiről te beszéltél, aki használt meg, aki használok. Én is a régi értékrendre alapulnak, vagy a régi alapokra. Itt is több síkú a válasz. Most, hogy megvolt a mágneses pólusváltás, most már a macsó csávóknak sincs kifogás. Most már, mi folyik itt? Hát, tudod, ébresztő Gáspár, tudod? És a jelenlegi kapcsolatok függenek attól, hogy mennyire hajlandó mind a két fél felébredni, és bevállalni magát. Ez szerintem bevállás, hogy kitakarítod, átnézed ezt a raktárhelyiséget. Ez a bevállalás. Van egy olyan is, még egy olyan aspektusa is, hogy az égek tudják, hogy nagyon kemény iskola a Föld. Ők nagyon jól tudják. Ezt te is tudod. Nagyon komolyan megszenvedtünk eredményekért. És amíg egy embert egy ego, elme, egy ilyen ördögi program futtat, addig nem fog tudni emelkedni. Viszont vannak olyan humánok ezen a Földön, akiknek tényleg jó szívük van. Nem tudták, hogy ez a háttérprogram, ez irányítja az univerzumot. Tehát, hogy az univerzum befolyásol minket, mi programozzuk az univerzumot is. Tudod, mi a kis Matyoska babát, a csillag. Tudtad te azt például, hogy azok a krisztusi vérvonalnak a csillagmagjai, akik takarítják magukat, ők programozzák a napot. Mi programozzuk a napot az elménken keresztül. Tehát ahogy te tisztulsz, a nap elkezd magasabb frekvencián rezegni. És küldi ki, és mindenkit befolyásol. Tehát az egész galaxis befolyásoljuk azzal, hogy itt mi folyik. Oké? Na most ez megint mivel jár? Felelősséggel. El kell engedni ezt a sok kudarcérzést, a sok traumát, ezt a sok önsajnálatot, amit az ego nagyon szépen, tudod, úgy körbeitatott áldozati mintákkal. És, tehát akinek jó szíve van, az már emelkedésre méltó. Aki viszont a régi rendszert táplálja, nem látja át, hogy ez egy nagyon, nagyon utálatos rendszer volt, nem tud beinteni neki, vagy egy új, úgymond nemet mondani a csábításnak, az annak nagyon, nagyon nehéz lesz. Tehát engem is, tudod, nagyon sokan, elmondom a saját példámat, mert ez mindig egy jó valami, hogy nekem volt egy, 2021-ben volt egy mérnöki kontraktom. Csináltam a coachingot, tök jó volt, abban az évben eszméletlen jó volt. Akkor kezdtünk el építkezni. Engem kirúgtak, mert nem voltam beoltva. De úgy, egyik napra a másikra. Na most én már tudtam a mechanikáját, már tudtam, hogy én ki vagyok meg, hogy a teremtő ezzel mit akar kifejezni, és az a lényeg, hogy akik engem kirúgtak, annak ennyi. Nekem, meg azoknak, akiket kirúgtak, meg akik tudott szenvedtek, de fölálltak, azoknak viszont eszmenetlen jó világja. Nem, ez nem egy kispályás dolog, ami ma mai világban folyik. Azért is osztom meg ezt a sok részletet, hogy tudd azt, hogy csak is a belső elmei programok elengedésével fogunk tudni erőre kapni és felülkerekedni a bántalmazásokon, ezen az egész cirkuszon. És ez volt a teszt, amiről az elmúlt jó pár év szólt. Robi, hát nagyon szépen köszönöm ismételten. Nem tudom, látszik az arcomon, de annyi mindent mondtál, ami bennem annyi felismerés jött most felhirtelen a saját életemmel kapcsolatban, és ezeket majd a videónk után elmesélem privátban neked. Persze. És ez nagyon érdekes, igen. Pont a Komáromi Mikivel beszélgettünk erről többször is, mert hogy ő is kérdezte tőlem, hogy jó, de hát Szanni, te mit akarsz? Nem tudod, mit akarsz, amit így párkapcsolatban tére. És én azt hiszem, hogy az, amit nehéz volt mindig megfogalmazni, amit te mondtál, igen, hogy én valahogy mindig arra a közös alkotásra, teremtésre vágytam, de közben meg a tapasztalatom mindig ezt a kihasznált mindent hozta, és azt így lökném el, és nem akarom többet,
Az újat viszont meg még nem látom, és attól félek, hogy az új is csak erről szólna, úgyhogy igen, valóban pontosan, ahogy mondtad, most hát ezt így nyíltan megosztottam, én is úgy érzem, hogy megrekedtem a kettő között, hogy így a senki följön. Igen. De most már akkor tudom, hogy merre kell elindulni. De hidd el, értem, és most már nagyon sok a férfi jön hozzám coachingra, a világ több tájékáról. Eddig általában nők voltak. És ez a nőkben eszméletlen komoly frusztrációt okozott, mert tudod, a férfiaknak ugyanúgy kell önmunkát végezni. Az önmunka az anélkül nincs emelkedés. És nagyon örülök, hogy segített. Én tudom, hogy az én típusú beszélgetés után tényleg az ember meg kell, hogy nézze többször, meg följön dolgok, diszonancia jön, akkor integrálni kell, stb. De ez a lényeg. Hidd el nekem is, én látom egy millió rétegű transformáció. Tehát amikor látod, hogy én már tök nyugodt vagyok, az azért van, mert tudod, én is, tudod, én is kifeküdtem minden izé, meg kész voltam minden matekleckre, de utána meg tudod, pár napot tudtam a technikákat, és integráltam. És ahogy integrálsz, elengeded azt a típusú megrekedtséget, a fájdalmat, a kihasználtságból, meg a, tudod, a több tízezer irányból jön a fájdalom, azokat elengeded, már másképp gondolkodunk. És ez a lényeg, másképp kell gondolkodni. Ez jelenti azt, hogy integráld a traumáidat, az árnyaidat, a hiedelmeidet, a törezetelmét, és minden jó lesz. Igen. Köszönöm szépen, Robi. Szuper jó beszélgetés volt az én lelkemnek, úgyhogy remélem, hogy a nézőink is így értékelik, és számukra is legalább annyit adott, mint nekem. És akkor legközelebb folytatjuk valami új, izgalmas témával, hogyha egyetértek. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és szia Robin, szép estét, szép napot kívánok neked. Sziasztok! Köszönöm. Szép estét, szia!